Jó reggelt, Angelika Habpatron vagyok, és ez a saját csatornám. A mai videóm, ami egy beauty tutorial videó lesz, magyarul úgy mondjuk, hogy Bea Uti. A férfiak számára is nagyon fontos az arcápolás, hiszen nekik is van bőr a képükön. Reggel először én leszoktam tisztítani az arcbőrömet, vagy valami kis reggelit használok az arcomra. Itt van egy joghurt, valahol van egy uborka, de nem tudom, hova dugtam. Megvan. És ebből készítek egy könnyed reggelit. Közben szoktam kigondolni a napi teendőimet, egy ilyen relax állapotot tudok előidézni. Pár percig így maradok, chill mudrába helyezem a kezemet. Fel fogjuk kenni az arcunkra, használsz egy kis uborkát. Aztán ebből készíthetsz ebédre tzatzikit is, csak egy kis fokhagymát kell hozzáadnod. Ami még nagyon jó hatással van, ugye az ember szem alatti ráncaira, azok ezek a Kínából kapható félholdak, amiket egyszerűen csak így felapplikálsz. Ezt a fiúk is tudják hordani egy-egy nagyobb buli verekedés után, jót tesz a felpüffett alkoholista másnapoknak. A szemkörnyék az, ami az egyik legérzékenyebb bőr a szemünkön. Ha fiú vagy, akkor egyszerűen csak így, mintha a szádat kenéd be, de így lehajolsz, mintha valamit keresnél, és akkor észrevétlenül ide tudod kenni a szemed alá, és a munkatársaid nem fognak csúfolni, mert nem vették észre, hogy nézd a Józsi, hogy kenni az arcát, mi vagy te, lány. Sminkes dobozt azért bemutatnám, ugye leginkább egy szerszámos dobozhoz hasonlít, úgyhogy akár fiúknak is tudom ajánlani, hiszen a műhelybe nem fognak kinézni a fiúk. Ami most következik, az nem más, mint az alapozás. Ehhez használnunk kell korrektorokat. Erre még rá lehet küldeni egy kis vizet. Jaj, ez dezodor volt. Érdemes megfigyelni, ugye, hogy nagyon karikás a szemem. Ez ellen szoktam küzdeni ezzel. Ide behúzod, kész. Aki nagyon vidám alkat, annak itt kialakulnak ilyen nevető ráncai. Ide is érdemes még húzni egy-egy csíkot. Akkor előfordulhat az, hogy mondjuk egy nehéz napra készültök, és inkább szeretnétek egy kis, hogy lássák, hogy mennyire fáradtak vagytok, akkor itt a szem alá lehet egy kis sötétet betenni. Ez lesz most az összevert férfi arcom, ez pedig a kedves női beauty face. Ezekkel meg vagyunk, most jön az ecset és az alapozó krém. Hogyha mondjuk te egy szobafestő férfi vagy, akkor fogod a rendes falfestő pemzlit, és akár azt is használtad. Láthatod is, hogy milyen jól bemasszírozódott ez a női arcom. És nézzük a férfi arcot. Ott érdemes meghagyni a foltokat. Így a bajszos férfi arc. Láthatjátok a különbséget, egyszerűen csodákat lehet elérni. Jó reggelt kívánok! Férfi, jó reggelt kívánok! Ennyi. Én egy picit mindig egyel nagyobb arcot szoktam festeni magamnak, mert pici vagyok, és akkor legalább az arcom legyen nagyobb. Egyébként, hogyha mondjuk egy ilyen kerti partin vagytok, vagy valami nomád bulin, reggel, amikor felkelsz a tábortűz mellett ott a hamuból, felüszkösödött kis fadarabbal, ide húzol egy kis csíkot, és már is megvan a reggeli make-upod. Ezzel a feles pohárral tudjátok egy picit töltebbé, dúsabbá tenni az ajkatokat, hogyha még nem fújattátok fel, de akár használtok hozzá kupakot. És kész, látjátok, milyen szép. Tehát piros lett a szem. Mi az, ami egy női táskában mindig van, és elengedhetetlen? Ugye nem más, mint a tisztasági betét. Ízadság helyett beteszed, és akkor már nem látszik, hogy ízadsz. Aztán használhatod a cipőbet, és kész a talbetét. Ha úgy esik, hogy fú, elindultál otthonról maszk nélkül, egyszerűen csak fogod, és felragasztod. Festek még rá egy kis szájat. Sziasztok! Remélem, sikerült hasznos tippeket adnom. Vigyázzatok magatokra, és legyetek csajok! Ha ti is szeretnétek ilyen bögrét, akkor a videó alatti leírásban megtaláljátok a lelőhelyét.